Szeretettel köszöntöm Önöket, barátainkat, segítőinket, támogatóinkat itt a harmadik BUM majálison, ami igazából juniális az idén, egy kicsikét csúszott, de igyekszünk ezt megtölteni ugyanolyan lelkesedéssel, élettel, és nem utolsó sorban ilyen gyönyörű képzőművészeti, illetve zeneművészeti és minden másfajta társművészeti alkotásokkal. Mondhatni a festészet fiatalít, vagy az alkotás? Ajjaj, dehogy. Nagyon fiatalít. Hát megmondom őszintén, én népművelősködtem, olyan 30 éves koromban körülbelül, és nagyon sok tárlatot rendeztem. És akkor ismerkedtem meg igazán festőművészekkel, idősekkel, 70-80 éves festőkkel, akik rendkívül fiatalosak voltak, nagyon közlékenyek voltak, nagyon kommunikatívak voltak, és nagyon bölcsek voltak. Ugye megmondom őszintén, ahhoz, hogy én ma festek, ez legalább olyan inspiráció volt, hogy én is olyan legyek, mint ők, mint maga az a téma, ami engem izgat a festészetben. Azért az nem úgy van, hogy valaki elhatározza, hogy festőművész lesz, leül és olyan képeket alkot, mint amilyen a mögötted látható Fény című munka, tehát itt azért sok mesterségbeli fogást el kell sajátítani. Hát ez így van, ez a stílus, amit én ma sajátomnak mondhatok, ez körülbelül 20-25 éve alakult ki. Azelőtt én elsősorban aktokkal, tájképeket festettem, abba is igyekeztem valami olyasmit, ami már egy kicsit hasonlított azért színvilágában legalábbis ehhez, de szép apránként jön ám ez, valahogy az ember egy-egy képnél ráérez, és akkor utána ez egy technikailag is egy egyéni megoldás, amit én csinálok, tehát ezek a képek ugye több rétegű festé, tehát egy-egy képen ugye 6-8 festékréteg van, mire kialakulnak ezek az árnyalatok, ezek a formák, ezek a színhatások. Akkor ez most egy laikusként kicsit tréfásan, ez egy költséges stílus, hiszen több réteget kell egymásra vinni, több anyagot fogyaszt. Hát az igaz, tehát a festészet az bizony nem egy olcsó hobbi. Hát valaki benéz egy ilyen művészboltba, megnézi a festékárakat, ecsetárakat és a többi, bizony nagyon költséges, és amikor valaki azt mondja nekem, hogy hát 80-100 000 forint milyen sok azért egy kis képér, hát akkor úgy eszembe jut, hogy egyszer van egy anyagár, amit hát tényleg meg kell venni, de mellette arra is gondolnia kell mindenkinek, aki festményt vásárol, hogy ő nem csak az anyagot fizeti meg, hanem a festőnek azt a fajta elhivatottságát, ami őt nem hagyja békén, ami elveszi más munkától az idejét, mert ezen studírozik, ezen gondolkozik, ezen próbálja, és ez az ő egész élete, tehát abba valahol azt is megfizeti az, aki a képet megfizeti. Nem beszélve arról, hogy amikor valami képet eladok, a felét azonnal visszaforgatom, vászonba, festékbe. Ez így működik. Milyen szempontok alapján válogatta a képeket? Hát egyszer nem állt rendelkezésemre annyi festmény, mint amennyit ez a hely be tudott fogadni, ezért látható több olyan képét, ami magántulajdonban van már, amiket kölcsönkértem, mert itt lehetőséget láttam arra, hogy tényleg egy keresztmetszetet adjak. Itt van 25 éves munka is, van olyan, ami a múlt héten lett kész, tehát itt ez valóban vannak itt régi barátaim is, akik már régóta ismerik a munkáimat, akiknek újdonság egy-egy régi kép, és most nagyon boldogok, hogy eljöttek. Ez egyébként egy fantasztikus jó hely, tehát nagyon jó kiállító hely. Egyrészt a mérete miatt magassága van, a fények meg vannak oldva, tehát én nagyon nagy örömmel jöttem ide, és én úgy érzem, hogy jó, hogy ide jöttem, mert tudja, mi úgy vagyunk festők, hogy amikor úgy együtt látjuk a képeinket, akkor nyugszunk meg, hogy akkor érezzük azt, vagy én legalábbis akkor érzem azt, hogy
hogy na Jávorka, alkottál valamit. Amikor egyénileg egy-egy kép készül, akkor ezt nem érzi az ember, de úgy érzem annak a hatását, és nagyon remélem, hogy itt nagyon sok ember fogja ugyanezt érezni, mert és el fogja magába mondani, hogy Jávorka azért ez valamit jelent, mert ez egy jó dolog, neki is jó, meg nekem is jó. Ha pedig ez nem működik, hát Istenem, akkor így járt. Az ember a központi téma, és minden, ami az emberhez kapcsolódik, és a vonalak, amivel az embert előadom az emberek színe elé, hogy ne csak a foltokban gondolkodjanak, hanem a vonalak, amik meghatároznak. Sok-sok férfi ábrázolás látható, főleg ilyen tanulmányrajzok, de azok otthon maradtak. Milyen szempontok alapján választotta ki éppen ezt a négy képet, amivel itt most a juniálison szerepel? Rájuk néztem, és azt gondoltam, hogy melyik az, amelyikben lehet valami hátsó szándékot felfedezni. Akár a színeiben, akár az arckifejezésben. Azt gondoltam, hogy a közönség esetleg belegondolhat valamit, hogy a képen szereplő alak valamit gondol a háttérben. A hölgy egy kosarat egyensúlyozza a fenekén, de elég szerencsétlen módon elázott a kép egyik fele. Ezért aláhajtottam, és az arcát emeltem ki, úgyhogy így született. És az a lényeg, hogy az ember időskorban is ember marad, és a vágyai ugyanazok, és a rokonainkon, ismerőseinken keresztül látjuk, hogy bizony a fiatalkori vágyak azok talán még ki is domborodnak időskorban. És az idős testet izgalmasabb rajzolni, mint a fiatalt, és érdekes az idős ember gondolatait felfedezni erről a kérdésről. Ezért vannak idős hölgyek is a képeimen. Mert hogy Buja a kiállításnak a címe. Itt ezen a másik két képen viszont fiatalabb emberek, nők látszanak. Ezen a képen ezek a tompa színek összjátéka az, amit ki szerettem volna emelni, és a textúrák különlegessége, a textilt belevinni a festmény mellé. Gyönyörű vonalas a textil is, és kicsit kiegészíti az egyszerűségét a rajznak, mert ez csak egy rajz, nem is festmény. Nagyon-nagyon régóta volt az a kívánságom, hogy az agyaggal foglalkozzak, és miután a férjem, aki református lelkipásztor, nyugdíjba ment, ezzel idézőjelben nyugdíjas lettem én is. És régi vágyam teljesült, amikor meghívtak egy alkotó táborba, ahol agyaggal lehetett foglalkozni. És valójában itt teljesedett ki ez a munka, amit most itt látnak. Ez pontosan 6 évvel ezelőtt történt. Kézügyessége gondolom már volt korábban is. Tehát én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki
hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül titkolja, hogy ilyeneket tud alkotni, mint itt a mellettünk látható Sissi portré. Ez érdekes, mert én se tudtam, hogy ilyet tudok. Csak amikor elkezdtem foglalkozni az agyakkal, és amikor lesimítja az agyagot az ujjával, és minden egyes lesimításnál teljesen más jellem vagy vonás rajzolódik ki. Úgy is szoktam mondani, hogy igazából az ujjaim látnak, és amit az ujjam mutat, arra tudok rádolgozni. És akkor ez lesz belőle. Mi volt az első munkája? Ez a hölgy, aki merengő nevet kapott most. Ez volt az első. És a legutóbbi? A legutóbbi 4 kicsike. Egyiknek érdekessége, Mária királynő címet adtam neki, mert az a ruha, amit megmintáztam, az valódi. Ugyanis II. Lajos király feleségének a ruhája, és kegyajándékként egy osztrák kolostornak ajándékozta annak idején. Majd 1938-ban a Nemzeti Múzeum visszavásárolta a ruhát, és erről láttam egy képet, és ezt csináltam meg. Kérdésed, hogy ez elé a Mély égbolt című kép elé állnál, tehát ez látszódjék mögötted, miért pont ez? Igen, azért ragaszkodom ehhez a képhez, mert egy hónappal ezelőtt egy világversenyen nyertem első helyezetet, amire nagyon büszke vagyok, és hát hiába Londonban élek, de magyarként könyvelték el ezt a díjat, úgyhogy innen kezdtem a BUM-tól a pályafutásomat, illetve hát azért is szerettem volna elhozni nekik ezeket a képeket, ezt a sorozatot, hogy bemutassam itt a magyar közönségnek. Hány képet hoztad el ide a kiállítás? Jelenleg 25 képet hoztam, több különböző sorozatból válogattam ki őket. Van a manchesteri, a londoni, illetve van a jövő amazonjai című kiállítás, ami egy ilyen akt robotos jellegű fantázia világ, illetve még néhány ilyen különálló kép, ami nem tartozik egyik sorozathoz sem. A saját fotóimból készítettem őket, ugye eleve megfotóztam őket, és utána Photoshop segítségével kevertem össze, illetve egy történetet hoztam létre minden egyes képből. Tehát ez úgy néz ki, hogy van egy fotót, és a köré kitalálsz egy történetet, és külön hozzá fotózod azt, ami még szerepeljen azon az egy képen. Igen, valahogy így. Tehát megszületik maga a kép a fejembe, illetve néha van egy kép, ami megindítja az egész fantáziát, és akkor így alakulnak ki a kép. Ezért elég munkaigényes, tehát egy képben ezek szerint sokkal több kép van. Igen. Néhány napba is beletelhet egy kép, illetve volt, hogy néhány hét volt, míg befejeztem egy képet, mert nem találtam azt az utolsó elemet a képhez. Milyen Londonból visszatekinteni Budaörsre? Jó, nagyon jó érzés. Örülök, hogy itt lehetek újra a művésztársaim között. És hát nagyon büszke vagyok, hogy innen kezdhettem el ezt az egész pályát. Én büszke vagyok arra, hogy magyar művész vagyok, magyar fotóművész, és ezt kint is mindenkinek hangoztatom. Kint nagyobb réteg kíváncsi erre. Sokan érdeklődnek a művészet iránt, és nagyon sok minden épül erre.